Óvodások, iskolások és felnőttek is színpadra álltak a betlehemes találkozó első napján Sátoraljóújhelyen. Felcsendültek a karácsonyi dallamok, és életre kelt Jézus születésének története is. A művelődési központ a rendezvény megszervezésével ünnepi hangulatot szeretne teremteni advent utolsó hetében. Ez az első olyan alkalom, amikor talán a legtöbb csoport van itt. Egy picit megpróbáltunk kinyúlni most már innen a Hegyköz és Bodrogköz területéről, tehát messzebbről is hívtunk már betlehemes csoportokat. Nemzetiségi betlehemes bemutatók is lesznek, szlovák, meg ruszin, tehát nagyon érdekes lesz a program. A célunk pedig a rendezvényel az, hogy megpróbáljunk egy kis jó hangulatot teremteni ide karácsony tájékán a sétáló utcára. Az óvodások betlehemes műsort adtak elő, a szlovák iskola énekkara, a cigándi csárdás citera zenekar és a hollóházi borostyán szlovák nemzetiségi pávakör dalokkal varázsolta a városközpontba az ünnepi hangulatot. A komlóskai nemzetiségi pávakör és a település kisbetlehemesei közösen mutatták be a ruszin hagyományokat. A falu lakói fontosnak tartják a hagyományok őrzését, átörökítését. Az iskolában hagyomány és népismeret tantárgy keretében tanulják a gyerekek, összegyűjtjük a faluban élő hagyományokat, ebben a dalokat, a verseket, a mondókákat, és akkor megpróbálunk belőle egy kis dramatikus játékot felépíteni, és ezt színpadra vinni. Ez történt ma este is. A karácsonyi dalokat a téren többen együtt énekelték az előadókkal. De nagyon szép, és örülök ennek a hagyománynak, hogy ezt megtartják, ezt meg kell őrizni, és minden éven újra és újra csinálni, és hagyni, aki szereti és tudja, az folytassa a hagyományokat. A művelődési központ a karácsonyi hangulat megteremtése mellett fontos célul tűzte ki a betlehemes találkozó megszervezésével azt, hogy ráirányítsa az emberek figyelmét a hagyományőrzés jelentőségére.